beszélgetésre és közös képnézésre hívtam önket, közösen elnézik a kiállítás képeinek az elemet. Úgymond random, ezt a szót használom, mert hogy majd az önök segítségét is kérjük arra, melyik képeket nézik végig ebből a több mint 200 képes anyagból, amit a kiállítását itt átadtak az elérjelmet. Én nem értek ehhez, és azért a legnagyobb örömmel és teljesen naív étvágyal ülök itt, és bámulom, hogy mennyire tudnak az emberek kiválni, amikor festők, hogy festenek szépet és csúnyát, és felismerhetőt és nem felismerhetőt, és mindenféle stílusokban, úgyhogy egy rendőre is elnézést kérek, de ti hívtatok ide, tehát én szakszerűen nem tudok erről beszélni, csak nagyon őszintén. Én annyira naívan nézem a képeket, én azon gondolkozom, hogy ez hol van például, hogy Törökországban van ez, vagy Libanonban, vagy baloldal, mintha álmák lennének, keleten vagyunk, és akkor azt kérdezem, hogy nagyon nagy butaság el, hogy nekem Csontvári jut eszembe erről. Nagyon nagy butaság. Nem szerintem, hogy a festészetben, mint mindenhol az a szabadság, hogy nekünk bármilyen bármilyen szívek van, és hogy... Hát én jó, értem, Valaki az a szabadság, amivel keresztül gázol a perspektíván, a síkokon, azért az imádkozó ember valahogy nem olyan, mint a Csontváritól csöppent volna ide? Ha így közelíted meg, akkor szerintem az lenne az analógia, hogy a napfelé fordulás. Nagyon szeretem és nagyon szép, és el tudok rajta álmodozni. Fölött dövény van, mert kevesebb, van egy nagyon kék a horizont, és hát szinte semmi nincs az egész képen, és nagyon tele van mégis, engem azokra a régi angolokra emlékeztet, akik tudtak levegőt festeni. Törner, jól mondom, hogy ő találta fel a levegőt, ugye? Hogy az lehet átlátés. A Hantai az az ember, aki tud csinált karriert, és a tudni képei 70-es évek, mint a később következő korszakok, amelyek értékesebbek, amik a világ által többre értékeltek. Ez az, hiszem, hogy a 70-es évek elején készülhetett. Nem lehet úgy közelíteni hozzá, mert nagyon sokan szeretnek, hogy ilyen elvágólagos legyen, úgy meg legyen feszítve, precíz legyen, hanem ez maga egy esendő vászon, a tetszik egy összegyűlt vászon, amit ő szándékosan írt össze. Itt van egy felület, amelyben vannak kihagyások, a gyűrés által vannak különböző intenzitás képnek, és a képnek, nem azt mondom, hogy kristályszerkezet, egy látított kristályszerkezet, valamifajta vékony felület, amit átlátni, áttűnik, ez egyfajta világmodell, másnak csak egy gyűrött és bekékült lepedő. Valami vagy remekülni, vagy nem, mert az én szememben ez csodálatosan tiszta festészet.